Vadul előzgeti a kocsisort a fehér autó sofőrje, majd hogy visszatérjen sávjába, szinte kilöki a szabályosan közlekedőt. A Dunakanyar közelében készítette a felvételt néhány nappal ezelőtt az egyik arra járó vezető fedélzeti kamerája. Az interneten számtalan olyan felvétel van, amely bizar és sok esetben életveszélyes jeleneteket örökít meg. Ezek azonban nem csak a videó megosztókon hasznosulhatnak, olyankor is jogszerűen használhatjuk, amikor egy másik féllel valamilyen kétes szituációba vagy balesetbe keveredünk. Sokszor találkozunk olyan helyzettel, amikor nincsen külső tanú, ilyenkor nagyon jó jön, hogyha rögzítettük azt, hogy mi történt. Hát ez nyilván a saját védelmünk, de akár ellenünk is fordulhat, hiszen, hogyha olyan történik, akkor azt is rögzíteni fogja ez az eszköz. De akkor is használhatjuk az autós kamerát, hogyha a szabálytalankodót rögzít, de mi magunk nem vagyunk része a szituációnak. Itt tehát feljelentést tehetünk a felvételre hivatkozva, ha például egy előttünk haladó piros lámpán halad át. Ilyenkor a felvételt készítőt általában megszokta kérdezni az igazgatás rendészeti osztály, tehát elmondhatják az illetővel a pontos tapasztalatokat, hiszen nagyon sok kérdés még felmerülhet, hiába látunk bizonyos dolgokat, ugye a kamera szemszöge az egy teljesen más szemszög, nem biztos, hogy ugyanannyit vagy ugyanazt látja, mint az emberi szem, tehát lehetnek külső tényezők, amik azért változtatnak a tényálláson, de alapvetően felhasználható, fel is használják, és hát több olyan internetes vagy akár Facebook oldal is van, aki ezt egész komolyan űzi, ezt a sportot, és az olyan embereket, akik ténylegesen felháborító módon közlekednek, megteszik előnök a feljelentést, és el is járnak velük szemben. Érdemes azonban vigyázni egy-két dologra. Egyes határátkelő pontokon például látható a fényképezni tilos tábla. Ez érvényes a fedélzeti kamerára is. Európa országaiban sem egységesek a fedélzeti kamera használatára vonatkozó szabályok. Ausztriában nem lehet használni. Németország bizonyos szabályokhoz köti használatukat. A legokosabb dolog ezért, ha utazás előtt mindenki tájékozódik az egyes országokban érvényben lévő szabályokról.